Dunaszegen a falunap után ez a második legnagyobb rendezvény, ennek megfelelően számos településről és városból érkeztek látogatók az egésznapos programkavalkádra. A mezőgazdaság és a hagyományápolás továbbra is a rendezvény alapját adja. A gulya szó az már önmagába adja azokat a lehetőségeket, amelyeket itt mindenféleképpen szeretnénk megmutatni. Tehát azért a mezőgazdaság és a állattenyésztés körüli dolgokat szeretnénk, hogyha azok is megismernék, akik még talán életükben nem is láttak élő állatot. A Földművelésügyi Minisztérium is felkarolta ezt a rendezvényt, ez is mutatja azt gondolom a jelentőségét a szigetközi gulyahajtásnak. Igen, örömünkre szolgál, hogy államtitkár úr nagyon felkarolta ezt a rendezvényünket. Itt anyagi támogatásra is számíthatunk, és hozzátartozik még az is, hogy őnek is szívügye az, hogy azokat a hagyományokat, amelyek kicsit már feledésre merültek, kicsit felelevenítsük. A helyi gazdák számára a szarvasmarha tartás is fontos, ennek köszönhető az a szarvasmarha állomány, amelyből 218-at hajtottak el a közönség előtt. A gulyát egy csíkós, valamint a halászi lovasbandérium két lovasa vezette fel, miközben Benkovics Ferenc pápai prelátus megáldotta az állatokat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szervezők minden korosztályra gondoltak, a karikás ostor bemutató is megigézett minden látogatót. A harmadik szigetközi gulyahajtás egyik főszervezője a Fiatal Gazdák Országos Szövetsége volt, amely közel 7000 hazai, főként fiatal gazdával van kapcsolatban. Az utánpótlás nem egyszerű a mezőgazdaságban, de a szövetség azon dolgozik, hogy minél több fiatal érjen el. Össze kell kötnünk a fiatalokat az agráriumban. Ugye ez az elmúlt 20 évben azért nem volt arra lehetőség most már a mi gyerekeinknek sem, hogy teljes közelből megtapasztalják a szakmának a szépségeit, úgyhogy próbáljuk a falusi, de akár városi, de akár falusi fiatalokat is visszaterelni a gazdálkodásba. Aki a hétvégén Dunaszegre látogatott, az egészen biztosan kedvet kapott ahhoz, hogy több időt töltsön a természetben, és akár a gazdálkodásba is belekóstoljon.